Nagyszerű ruhád van, és ez a pásztorolás jut eszembe, hogy hogy is volt az, hogy te kimentél pásztornak, pásztor létedre, lelki pásztor létedre? 20 évet foglalkoztam intenzíven emberekkel, arra gondoltam, hogy nem ártana váltani és állatokkal foglalkozni. És elindultam Gyimesbe, és ott töltöttem a hegyek közt 1300 méter magasan, egy évet pásztorok között, és megfigyelhettem, átélhettem, megtapasztalhattam azt a Biblián végigvonuló legfontosabb szimbólummal kifejezett Isten és ember közti kapcsolatot, hogy milyen pásztornak lenni, és milyen pásztorolni nyájat. Ennek az éneknek köszönhető, hogy itt erről az öt témáról beszélgettünk most, 4, illetve 5 alkalommal. Tudsz erről vallani? Ez most a bizonyságtétel, ez az. Ezután lesz. Nem, ez az. Jó. Ez szolgálati közlemény volt. Jó. És hány percen van erre? Te, hát amennyit gondolsz el, de amikor látod, hogy alszunk, akkor jó. Nekem semmi közöm nem volt a költészet csinálásához és dallamszerzéshez. Aztán elérkezett az életemnek evangélikus lelkészként egy tragikus mozzanata, egy látszólag szép és eredményes gyülekezeti ifjúsági munka közben, amikor is elváltunk a feleségemmel egymástól. És hát ez természetesen összerombolt mindent, amit az ember tervezgetett, és belül is összerombolt mindent, és kérdések jöttek, és ebben az időszakban született néhány ének, amelyek nagyon-nagyon borongós énekek voltak, bűnbánati énekek és kapaszkodós énekek. És ebben a néhány énekben egyszer csak váratlanul, körülbelül úgy, ahogy mondom, 3 perc alatt, mert ez egy olyan szép kerekszám, megszületett ez az ének. Abból az alapállásból születhet meg, vagy születhetett meg, hogy a Jézus melletti első nagy döntés az nem lehet más, csak a végleges döntés. Itt nem működhet az, hogy a puding próbálja az evés. Aki így indul Jézus követésének, az nem indult el. Az indult el, aki teljes mértékben azt mondta, hogy életem, földéletem utolsó pillanatáig, aztán örökké Jézussal. Még egyetlen igét szeretnék felolvasni. Ez a Jelenések könyvéből a 3. fejezet. Ezt mondod,
Gazdag vagyok, meggazdagodtam, és nincs szükségem semmire. De nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a szánalmas és a szegény, a vak és a mezítelen. Tanácsolom neked, védj tőlem tűzben izzított aranyat, hogy meggazdagodj, és fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne lássék szégyenletes mezítelenséged. Azóta kísér a fehér ruha, azóta van előttem a tökéletesen rám passzított fehér ruha, amit majd meg fogok kapni. Látom a kitárkány kapuján, teréket asztalán, ha nekem szabad fehér ruhán, látom a mosolyát. Köszönjük, és ezért erre való bizonyságtétel, ha valaki látta az Úr mosolyát, akkor láttassa másokkal is. Foglaljunk helyet! És most Durkó Sándor és családját szólítom, átadjuk nektek a szót. Én is nagy szeretettel köszöntök mindenkit, Helena nagylányunkkal. Nagyon köszönöm neki, hogy engedelmes volt, hogy ő is felvegye ezt a fekete ruhát, amelyben szeretnénk illusztrálni azt, hogy Jézus Krisztus mit tett az életünkbe, és hogyan váltott meg minket, és hogyan kaphatunk a szennyes ruha után fehér ruhát. Szóval amikor megszületik egy gyermek, mint Helena 14 éve, akkor az első szavak között mi szerepel? Ez a csúnya fekete sál, ez azt jelképezi, hogy először mit tanul meg a baba, azt, hogy nem. És ahogyan kamaszodunk és növünk fel, a lelkiismeret megszólal, megpróbáljuk ezt a csúnya fekete ruhát kicsit színessé tenni. Egy-egy fehér foltot eljárunk az Isten tiszteletekre. De már lehet, hogy nem azért, mert az édesanyám, édesapám karon fog és elmegyek az Isten tiszteletre, hanem muszájból. És mégis próbálom ezt a fekete ruhát fehérré tenni. Kegyes imádságok, amikben talán nincs már ott a szívem. El sem tudja kifehéríteni a ruhát. Aztán fogadalmak, fogadkozások, akaraterő, kipróbáljuk az akaraterőnket, főleg szilveszter, új év kezdetén, bármilyen fogadalmat teszek szilveszterkor, az akaraterő egy ideig tart, aztán utána kihúny, és már nem olyan fontosak azok a fogadalmak. Vallásos jó cselekedetek. Efézusnál azt írja Pál apostol, hogy járjatok azokban a jó cselekedetekben, amelyeket előre elkészített nektek az Isten. És amikor ezt felismerjük, akkor már nem csak foltozgatjuk ezt a fekete ruhát és az óemberi természetünket. Még itt egy, az utolsó előtti, adakozom. És mit ír az adakozásról Isten, hogy a jókedvű adakozót szereti az Isten. Ha nem jó kedvel teszem, akkor ez olyan, hogy marad a fekete ruha, csak egy kicsit fehérítem. Olvasom a Bibliát, együttérző vagyok, humanizmus. Ez nem azt jelenti, hogy az én bűnös természetem megváltozott. És hogy tudja ezt a vegyes ruhát, ezt a kiszínezett, fehérrel kiszínezett ruhát, ami drága megváltónk, fehérré tenni? Jézus Krisztus vére minden bűnünket, minden emberi próbálkozásunkat hófehérre mos. Jézus Krisztus, ha egyszer elmossa a mi álnokságunkat, akkor hófehér ruhát ajándékoz nekünk. Joshua pedig szennyes ruhába volt öltözködve, mint ahogyan Helena is igyekezne az ő természetét, bűnös természetét ezekkel a szép és jó cselekedetekkel tarkítani. Így szólt, és ott állt az angyal előtt, az Úr angyala így szólt, vegyétek le róla a szennyes ruhákat, és mondta, lásd, levettem rólad szennyes ruhádat, és ünnepi ruhákba öltöztettelek téged. És ez hol történhet meg? A kereszt alatt. És Jézusnak a vére, ezt a cipra ruhát, amit én próbáltam fehérré tenni, emberi jó cselekedetekkel, a keresztnek a megváltó csodája, Jézus Krisztusnak a vére, megmossa hófehérre. És mit mond az hét éneke, hogy fent a mennyben az Úr minden győztesnek áld, aki Jézussal járt, benne hitt, ragyogó koronát, fehér égi ruhát, hárfahúrjait pengetheti. Fent a mennyben az Úr minden győztesnek áld,
Szeretett testvéreim, ma a sorozat utolsó részéhez érkeztünk, és valóban a Isten mindegyikünknek személyes életre, életünkre szabott fehér ruhát akart és készített, és most hallgassuk meg az ő drága igéjét, amelyet megírva találunk a Jelenések könyvének 3. fejezetében, az 1. 6 verset olvasom. A szárdiszi gyülekezet angyalának írd meg, ezt mondja az, akinél az Isten 7 lelke és a 7 csillag van. Tudok cselekedeteidről, hogy az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Ébredj fel, és erősítsd meg a többieket, akik halófélben vannak, mert nem találtam cselekedeteidet teljesnek az én Istenem előtt. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad, tartsd meg azt, és térj meg. Ha tehát nem ébredsz fel, eljövök, mint a tolvaj, és nem tudod, melyik órában jövök el hozzád. De vannak nálad néhányan Szárdiszban, akik nem szennyezték be a ruhájukat, és fehérben fognak járni velem. Velem együtt, mert méltók rá. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek nevéről az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. Uram, a te igéd lélek és élet. Eleveníts meg minket is általa. Amen. Szeretett testvéreim, ez a Szárdisz a 7 gyülekezet közül az egyik, amelyet olvasunk a bevezetésben, amit János apostol a mennyei jelenésekben lát, hogy a feltámadott Úr, a megdicsőült Úr kezébe tartja a 7 csillagot, és a 7 gyertyatartó között jár. És az egyik gyertyatartó ez a szárdiszi gyülekezet. A 7-es szám a teljességet jelenti, tehát nem mondhatjuk, hogy ez csak a szárdiszi gyülekezetnek szól, hanem a teljes egyháznak akart szólni, ami Úrunk Jézus Krisztus. Ma is vannak szárdiszi típusú gyülekezetek. És most ezen az estén vegyük a szívünkre, hogy a mi drága Úrunk a lélek által hozzánk szól. Minket akar megeleveníteni, megerősíteni, a mi ruháinkat akarja megtisztítani, hogy ne kelljen neki kitörölni nevünket az életkönyvéből. Ez a Szárdisz egy lídiai város, amelyik tulajdonképpen egy nagyon nehéz emléket hordoz, mert gazdag város volt, talán hallottak a testvérek Krőzusról, a város egyik utolsó királyáról, aki a gazdagságáról volt híres hírhet, és a várost megtámadják a perzsák, és könnyedén beveszik a várost, mert annak védői elaludtak. És tulajdonképpen, amikor Jézus az ébredést, az alvásból való ébredést helyezi a szívükre, bizonyára a város lakóinak eszükbe jut a szomorú történelmi esemény, amikor elaludtak, és az ellenség rájuk tört. Igen, a hívő életben is könnyű elaludni, de az álom a hívő életben éppen olyan veszélyes, mert az ellenség ránk támadhat. Az alvó állapot azt jelenti, hogy nem vagyok az öntudatomnál, nem vagyok ébren, talán álmodozok, talán álomban ringattam magam, talán lelki életemben is álomjáró vagyok, nem pedig Isten világos és tiszta igéje vezet, nem az éber magatartás jellemez. Ezt gondoljuk végig, mert az Úr Jézus nem véletlenül helyezi ezt most a szívünkre. A célja az, hogy mindannyian ott állhassunk egykor, ahogy már szó volt róla, a mennyei trón előtt, a megszámlálhatatlan sokaságban, fehér ruhákban. És ezt ő munkálja az életünkben. De ehhez szükségünk van arra, hogy mi magunk is éberek legyünk
Az is egy olyan altatás, sokszor hallom és sokszor hallottam, hogy nincs szükség itt az emberi magatartásra, mert az Úr úgyis elintéz mindent. Ez egy olyan csalóka gondolat, álomba ringató gondolat, mert nem így van. Isten közös cselekvésre lüktető, közös életre akarja mozdítani, hívni az ő népét, az ő gyülekezetét, az ő egyházát, benne téged és engem. Mi a neved? Az Úr Jézus azt mondja a szárdészi gyülekezetre, az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. A gyülekezeteink sokszor olyan látványosan élnek. Folynak az Isten tiszteletek, bibliaórák, esketünk, keresztelünk, temetünk. Minden mozgalmas a gyülekezetünkben, úgy tűnik, mintha élnénk. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Micsoda diagnózis. De tényleg, mi is a helyzet velünk? Mi a helyzet a mi gyülekezetünkben? Mi a helyzet a mi életünkben? Emlékszem, még körülbelül 2 évtizeddel ezelőtt, vagy talán egy kicsit több is volt, amikor egy alkalommal az érdi felügyelő, abban a gyülekezetben jártam, egy kicsi gyülekezet, érdi gyülekezet, és akkor én ott presbiter voltam, és aztán az akkori felügyelőnk elmondta, hogy ő az Esperestől kért lelkészt. Aki szegről végről még rokona is volt, aztán azt a választ kapta, az érdi gyülekezet, halott gyülekezet nem kap lelkészt. És a felügyelőnknek még könny is szökött a szemében, amikor ezt nekem elmondtam, és erre azt mondtam neki, Gyula, a mi Urunk halottakat feltámasztó Isten. Higgyük, hogy minket is fel fog támasztani. Igen, és csodálatosan tapasztaltuk, ahogy a mi Urunk munkálkodott, ébrezgetett a halál álmából bennünket. Gondolják meg a testvérek, milyen dolog elaludni a volán mellett. Halálos alvás. Igen, éppen olyan halálos dolog elaludni a hívő életben. És ezért Jézus nem valami ítélkezést fejt ki, nem akar elkeseríteni, nem akar elcsüggeszteni, hanem ahogy az ige mondja, ébredj fel, aki aluszol. Támadj fel a halálból, és felragyog néked a Krisztus. A Szentlélek által, az Úr, az ige által fel akar rázni minket. Mert milyen is a halott ember? A halott ember tehetetlen, nem tud tenni semmit. Az a jellemző rá, leállt a szíve, nincs életfunkció, nem dobog, nem tesz semmit. A halott ember nem tud tenni semmit. Se érzelme, se gondolata, se cselekedete halott. Sokszor bizony ezt lehet látni keresztény embereknek az életében, hogy nem dobog már a szív. Minden olyan letargikus, minden olyan reménytelen, nincs semminek semmi értelme, itt már úgyse lehet tenni semmit, és aztán nem is teszünk semmit. De amikor az Úr egy embert felébreszt, vagy egy gyülekezetet, akkor megdobban a szív, mert az Úr halottakat feltámasztó Isten. Engem is feltámasztott a halálból, és amikor ez megtörtént az életemben, akkor nagy öröm és nagy boldogság volt bennem, de tessék figyelni, kinek is szól ez az ige. Egy hívő keresztény gyülekezetnek. Nekünk. Így is mondhatnám, de te fabula narrator, neked szól a mese. Nekünk szól a történet, rólunk van szó, mert vissza lehet csúszni. A hívő életbe vissza lehet csúszni. El lehet oda jutni, hogy némelyeknek szennyes lesz újra a fehér ruhája, amelyet az újjászületésbe kaptak. A legszebb ruha. Mert testvérek, vigyázzunk, nehogy az a gondolat legyen a szívünkben, hogy majd ott kapunk egy fehér ruhát. Azt mondja az Úr Jézus a nagy vacsora történetében, hogy oda fehér ruhába lehet csak bemenni. És amikor valaki ott van, megkérdezi, barátom, hogy jöttél te ide? Hiszen nincs is mennyegzői ruhád.
A mennyei zői ruhát itt osztják, testvérek, ebbe a világba osztják, ezért olyan éles az Úr, hogy nem akkor majd, hanem itt most fehér ruhát kell kapnod. Itt kell felöltöznöd, ahogy hallottuk Bakai Péter testvérünktől, ugyanennek a fejezetnek az egyik figyelmeztetését a laodíciai gyülekezetnek. Nem tudod, hogy te vagy a nyomorult, a vak, a szegény, védj tőlem tűzben izzított aranyat, fehér ruhát, hogy felöltözz, és ne látszik ki messzítelenséged rúdsága. Héten sokat beszéltünk arról, hogy milyen nyomorúságos dolog, és maga az ítélet az, mikor levetköztetnek valakit. Délelőtt is láttuk a levetköztetett Krisztust, a meggyalázott, a levetköztetett Krisztust. Igen, az ember, amikor beszennyezi a fehér ruhát, és testvérek, hadd mondjam el ezt nagyon szomorúan, hogy velem is megtörtént, nem is egyszer, vétkeztem, beszennyeztem azt az új ruhát, azt a legszebb ruhát, amit az Úrtól kaptam. A tékozló fiú történetében láthatjuk, hogy hogy is történik mindez. Hogy kaphat valaki fehér ruhát? Ott az Úr Jézus elmondja az egész újjászületés történetét. Először is elment hazúról a tékozló fiú, aztán eltékozolt mindent, aztán a nyomorúság mélyén eszébe jutott az atyai ház. Atyám, vétkeztem, az ég ellen, te ellened, elindul haza. És testvérek, ezt a legtöbb keresztény meg is teszi. És most hadd mondjam el a történetet egy olyan változatban, amit sokszor látok keresztények életében. A történet így hangzik. A tékozló fiú ott a disznó mellett éhezik, nyomorok, eszébe jut az atyai ház. És aztán megvallja, atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, nem vagyok méltó, hogy a fiadnak nevez. És elindul haza. Aztán hazaér, az apa elérve fut. Mert az atya mindig a tékozló fiúknak, a megtérő tékozló fiúknak fut elébe. Átöleli, megcsókolja. Megbocsátott. És most a fiú azt mondaná az apának, drága apám, milyen erőt kaptam most tőled, hogy újra visszamehessek és elhordozhassam azt a nyomorúságot, amiben eddig voltam. Ugye milyen furcsa lenne ez a történet így, de legtöbb keresztény testvérünk így éli meg. Bocsánatot kér, meg is kapja. Úrvacsorában átéli az atya szeretetét, hogy hajol hozzá, hogy bocsátja meg a bűneit, aztán visszamegy a disznó vájukhoz, most már újult erővel. De hát nem erről szól a történet. Jézus folytatja, bement az atyai házba. Testvérek, ez egy óriási dolog, ez a megtérés. Ez csak fél megtérés, hogy megvallottam a bűneimet és bocsánatot kaptam. Ez egy fél megtérés. És így él a legtöbb keresztény. Ezért nincs boldog öröme. Ezért nem lüktet az élete. Ezért nem tudja megtenni engedelmesen a Krisztus előre elkészített cselekedeteit, hogy azokba járjuk, ahogy hallottuk az előbb. Mert nem dobog a szív. Az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. Be kell menni az atyai házba. Mit is jelent ez? Testvérek, hogy ami ellen fellázadt, ami miatt elment, mert olyan unalmas volt az atyai ház, mert az atya parancsoltott, mert az ő akaratát kellett tenni, ezért ment el hazúról, és ezt nem lehet megspórolni. Haza kell menni. Be kell menni az atyai házba, mert a legszebb ruhát ott adják. Amikor bement a fiú, akkor mondja az atya, adjátok rá a legszebb ruhát, gyűrűt az ujjára, sarut a lábára. Ennek így kell történnie. Ha nem történt meg valakinek az életében, még nem késő. Be kell menni, más szóval ezt így is mondhatnám, bocsánatot kérni, és Krisztus uralmát elfogadni. A kettőt nem lehet külön választani. A teljes megtérés azt jelenti, te vagy az Úr. Mert hiába mondjátok nekem, hogy Uram, Uram, mondja az Úr Jézus, ha nem cselekszitek azt, amit én parancsoltam néktek. Nem lehet kikerülni
a hívő keresztény életet, az engedelmes életet. Sokan panaszkodnak arra, hogy szeretnének szolgálni, de nem tudnak, mert vagy öregek, erőtelenek, meg különben is kinek szolgáljon. Mindenki visszautasítja, a pap se ad neki szolgálatot, a gyülekezetbe se kell senkinek, hát mit tegyen? Testvérek, ezek csak kifogások. Ez a keresztény ember nyafogása, amikor nem lüktet benne az élet. Mert testvérek, amikor az Úr Jézus Krisztus valakit valóban felöltöztetett ebbe az új ruhába, akkor vigadni kezdenek. Akkor megtelik az ember élete örömmel, boldogsággal, és én emlékszem arra, amikor 46 évesen egy csendes héten Isten megújította a hívő életemet, akkor valami kibeszélhetetlen öröm töltött be. Nem olyan magam csinálta öröm, hanem egy olyan benső, szívből fakadó öröm, amit nem is tudok elmondani. Feleségem azt mondta, te még álmodban is énekelsz. A szívben megcsendült az élet, megdobbant a szív, feltámadt a halott. Hát hiába az a nevem, hogy keresztény, hiába az a nevem, hogy hívő, ha leállt a vérkeringés, ha nem dobog a szív, ha szennyes a ruha. Mert mi is ez a szép ruha? Milyen, hogy így mondjam, kicsit misztikusan el tudjuk képzelni, ahogy az talán tegnap hallottuk János testvéremtől, hogy a mennyei varrodába varnak nekünk szép új ruhát. Igen, csak hogy a Jelenések könyvének 19. fejezetében azt olvassuk, hogy a fehér gyolcsba öltöztetik a szenteket. És mi is az a fehér gyolcs? A szentek igaz cselekedetei ezek. Az engedelmes hívő élet. Ez az a szép ruha, mert vannak a test cselekedetei, tudjuk, házasságtörés, paráznaság, hűtlenség, bálványimádás, harag, féltékenység, ez a test cselekedetei. És vannak a lélek gyümölcsei, szeretet, hűség, jóság, szívesség, az engedelmesség, Isten iránt, megteszem mindazt, amit az Úr mond, mert azt mondja itt is az Úr Jézus, tudok a te cselekedeteidről. És ebből szűri le, hogy halott vagyok. Hiába vagyok hívő ember, nem teszem meg a lélek, nem termem a lélek gyümölcseit, nem teszem meg az Úr akaratát, nem azt teszem, amit ő mond. A lelkész életemben nagyon sokszor megfedett engem az Úr, mert nagy elánnal végeztem én a munkámat, meg tettem a dolgomat, amit én gondoltam, amit én jónak tartottam. De nekünk, hogy hallottuk, azokban az előre elkészített jó cselekedetekben kell járnunk, amit neked kell megtenni. Azt én nem tehetem meg. Amit nekem kell megtenni, azt te nem teheted meg. Mindegyikünknek Isten elkészítette a testre szabott ruhát. És ez a testre szabott ruha, a szentek jó cselekedetei. De kik a szentek? Hát testvérek, a hívők, akiket Krisztus megszentel, az a szent, aki az övé, aki az ő akaratát cselekszi, ezt akarja velünk az Úr. Olvastam egy kis történetet. Jó, emlékszem, Tom Reednek hívták ezt az angol fiút, aki nyomorékon született, teljes nyomorék volt. Még kisebb korában kicsit tudott mozogni, aztán mikor felserdült, mozgásképtelenné vált. Szülei meghaltak, nagynénye magához fogadta, és egy londoni padlásszobába tengette a napjait. Aztán megismerte az Úr Jézust, megtért. Egyetlen barátja volt a postás fiú, aki elköltözött erről a kerületből, és azt mondta, kérhetsz valami nagy ajándékot, kérjél tőlem valami nagy ajándékot. És az a kis Tom egy Bibliát kért. Óriási öröme volt, volt Bibliája. És testvérek, most mondjátok, mit tud szolgálni egy ilyen?
gyermek, tud ez valamit tenni? Ágyhoz volt kötve. Sehova se tudott menni. Már hozzá se jött senki, mert ez az egy barátja látogatta. Lehet itt valamit tenni. És az élek azt mondta ennek a kis fiúnak, talán 15-16 éves fiúnak, írjon papírokra igéket, és azt dobja ki az ablakon. És ezt tette. Gyöngy betűkkel leírta a bibliai igéket, és kidobálta a padlás ablakon. Aztán arra mentek emberek, felvették, és az életükben nagy áldás fakadt, és arra ment egy nagyon gazdag hívő ember, akinek már nem dobogott a szíve. Fölvette ezt az igéslapot, szíven ütötte, és addig nem nyugodott, míg meg nem találta azt, aki ezt írta, és elindult egy misszió. Elindult egy misszió, amelyik aztán egész Afrikáig hatott, mert ennek a gazdag embernek a fia is megtért, amikor hallotta, hogy mi történt. És ez a gazdag ember el akarta vinni a kis Tomot, de ő nem volt hajlandó elmenni. Itt a szolgálati helyem. Az Úr rám ezt bízta. Dobogott a szíve ennek a béna, nyomorult embernek. És aztán Afrikába, mert végül, mikor meghalt, ez a fiú a Bibliát ennek a gazdag embernek juttatta, a fia kapta meg, és a tele jegyzetelt Bibliát használta ez a fiatalember egész életébe. És amikor a négereknek prédikált, akkor elmondta, tudjátok, miért vagyok én most itt? Mert a Tomrit kidobta az igét az ablakon. És a négerek meghatódottan emlékeztek erre a kis fiatal emberre, Krisztus áldott szolgájára. Hát nem tudnánk mi is megtenni azt, amit nekünk kell megtenni. De igen. Igen, ha dobog a szív. Ha dobog a szív, mozdul a kéz. Mert a halott keze nem mozdul. Tudok a cselekedeteidről, mondja az Úr. Igen, tud az én cselekedeteimről, ismeri az állapotomat. És nem azért mondja, hogy most kétségbe ejtsen, bár sokszor használ, ha egy kicsit kétségbe esik az ember. De valamit, amit többször is elmond, drága Úrunk, emlékezzél. Emlékezzél tehát vissza, hogyan kaptad és hallottad. Tartsd meg azt, és térj meg. Hát a hívőnek is meg kell térni. De bizony, sokszor meg kell térnünk. Na nem úgy, mint először, ugye, hiszen egyszer valóban teljes életátadásnak kell megtörténni, egy teljes életfordulatnak kell megtörténni, de bizony meg kell térni azokból a cselekedeteinkből, a holt cselekedeteinkből, aminek semmi haszna. Meg kell térnünk oda vissza a mi Urunkhoz, a mi drága Urunkhoz, teljes szívvel imádni őt, mert csak ott forrósodhat fel az ember szíve. Csak akkor indul meg a lelki szív, ha együtt élek Krisztussal. Pál ezt olyan csodálatosan fogalmazza meg. Élek többé nem én, hanem él bennem a Krisztus. És azt az életet, amit e testben élek, Jézus Krisztusban való hitben élem, aki szeretett engem és önmagát adta értem. Magával ragad bennünket a mi Úrunk, csak vele élő kapcsolatba kell lenni. Emlékezzél, hogy is volt a mátkosságod idején, hogy is volt akkor? Sokszor mondom, jegyes oktatáson is, hogy majd emlékezzetek a mostani időkre. Aztán mondom megkeseredett, válás előtt álló házasoknak. Hát emlékezzetek, hogy volt akkor, mikor kéz a kézben jártatok? Hogy volt akkor? Hogy akkor tudtátok egymást szeretni, és most miért nem tudjátok egymást szeretni? Hogy volt akkor, amikor megismerted az Urat? Hogy volt akkor, amikor megbocsátotta a bűneidet, amikor megértetted, hogy most örök életet kaptál? Hogy volt akkor? Ugye tele volt a szíved, dobogott, azzal az isteni szeretettel volt tele, ami Jézus feláradt. Aki győz,
azt öltöztetik fehér ruhába. De mi is ez a győzelem? János apostol azt írja, a mi hitünk, mely legyőzte a világot, a mi hitünk, a Krisztustól kapott hitet, az a megrendíthetetlen bizalom, amelyik Jézusra tekint, az a megrendíthetetlen bizalom, amelyik benne hisz, mert hinni azt jelenti, nem magadba hiszel, nem a cselekedeteidbe hiszel, nem az egyházban hiszel, hanem Jézus Krisztusban hiszel, a mindenhatóba hiszel, akinek minden lehetséges. Gondoljunk Ábrahámra, hogy jutott arra, hogy ő lett a hit hőse, amikor végre megtanulta, én vagyok a mindenható Isten. Járj, én előttem is, légy fedhetetlen. Igen, legyen tiszta a ruhád, járj ő előtte, hadd terelgessen téged, hadd használja az Úr fel a kezedet, a szádat, és mindenek fölött a szívedet. Többször elénekeltük, a szívemet átadom én. Hát adjuk át neki, és akkor dobogni fog, és akkor örökre dobogni fog, mert az a neved, hogy élsz, pedig halott vagy. És ugye itt azt olvassuk, aki győz, azt öltöztetik fehér ruhába. Annak nevét nem törlöm ki az élet könyvéből, hanem vallást teszek róla az én atyám előtt és angyalai előtt. Akinek van füle, hallja meg, mit mond a lélek a gyülekezeteknek. És milyen csoda az, amikor egy gyülekezet él. Most egy ókori szónokot, Arisztádészt hívok segítségül, aki Hadrianus császárnak írott levelében a következőket írja. A Krisztus utáni második század elejéről. A keresztények ismerik Istent, és hisznek benne. Megbékítik, és barátaikká teszik azokat, akik elnyomják őket. Jót tesznek az ellenségeikkel. Tessék megnézni, milyen bizonyság. Az asszonyaik tökéletesen tiszták, leányaik szerények, férfiaik tartózkodnak a törvénytelen házasságtól és minden tisztátalanságtól. Ha valamelyiküknek rabszolgái vannak, irántuk tanúsított szeretetével ráveszi őket, hogy keresztényé legyenek. S ha azok lesznek, válogatás nélkül testvérnek szólítják őket. Szeretik egymást. Különösen segítik az özvegyeket és az árvákat. Akinek van, zúgolódás nélkül adnak annak, akinek nincs. Ha idegent látnak, lakásukba fogadják, és úgy örülnek neki, mint igazi testvérnek. Ha valaki szegény és szükölködő közöttük, és nincs fölös élelmiszerük, akkor 2-3 napig böjtölnek, hogy a szükölködőt elláthassák a szükséges élelemmel. Lelkiismeretesen engedelmeskednek messiásuk parancsainak. Minden reggel és minden órában hálát adnak Istennek, és dicsőítik őt irántuk való jóságáért. Most tessenek figyelni. Miattuk árad ki minden szépség, ami csak van a világon. Jó cselekedeteiket azonban nem harsogják a tömegek fülében, hanem ügyelnek arra, hogy senki se tudjon azokról. Így igyekeznek igazán igazakká válni. Valóban új nép ez, és van bennük valami isteni. Hát nem tudom, hogy rólunk vajon mit írnának, mit írnak a mai császároknak rólunk. Hát van bennünk valami isteni. Péter apostol azt írja a első levele, 3. fejezet 15. versében, a Krisztust, az Urat tartsátok szentnek szívetekben. Ő szentel meg. Ő tesz szenté, ő a mozgató erő, ő az, akivel életközösségben mindez megvalósulhat. A győzelem az a gyermeki bizalom, ami túlsegít minden nyomorúságon, kudarcon, amikor az ember úgy gondolja, nem érdemes, semmit sem érdemes tenni. Az emberek hálátlanok, az emberek hitetlenek, az emberek gonoszok. Nem érdemes értük semmit tenni. Akkor mindig jusson eszedben,
Jézus a gyilkosaiért is meghalt a kereszten. Jézus még értem is meghalt a kereszten. Örök hálára kötelezve minket. Ez legyen mindenkor a hitünk mozgatója és alapja. És akkor boldogan dobog majd a szívünk, és valóban ott lehetünk a mennyei seregek között gyors ruhában. Aki győz, azt öltöztetik fehér ruhában, és annak nevét nem törlöm ki az életkönyvéből. Így legyen, Urunk. Amen. Áldunk téged, drága Urunk, hogy olyan szeretettel tudsz figyelmeztetni bennünket. Nem akarod, hogy egy is elvesszen a te bárányaid közül. Drága vagy, Urunk, és olyan pásztorunk vagy, hogy utánunk jössz a szakadékokba, a mélységekből is kiragadsz bennünket. Uram, oly sokszor elkóborolunk, eltévedünk, eltéveigünk a te drága, keskeny utadról, és sokszor sziklás és szakadékos helyeken járunk, és látod az életünk veszedelmét, és mégis nem haraggal, hanem pásztori szíveddel jössz utánunk. Uram, bár csak úgy tudnánk téged szeretni és imádni, hogy semmi se fájna jobban, mint az, hogy megbántsunk téged. Bocsáss meg, hogy oly sokszor megbántottalak, fájdalmat okoztam bűneimmel. Oly sokszor fájdalmat okoztam neked engedetlenségeimmel, figyelmetlenségemmel és hűtlenségemmel. De köszönöm, Uram, hogy mint jó pásztor újra megtisztítottál, újra magadhoz fogadtál. Így kérlek, Uram, most mindnyájunkért, akik itt vagyunk, pásztorolj bennünket, őrizd nyájadat. Könyörgök ezért az erzsébeti gyülekezetért is, a lelkész családért, az ő szolgálatukért, minden kedves hívő testvéremért. Uram, add, hogy elmondhasd erről a gyülekezetről, hogy az a neve, hogy él, és így segíts mindannyiunkat, hogy mindegyikünk élete örökké élő élet lehessen általad, a te véred által. Amen. Isten békessége, amely minden értelmet felülhalad, őrizze meg szíveinket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban.